Köszöntöm a sportolókat felkészítő edzőket, sportvezetőket, de engedjétek meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem Ő Excellenciáját, Miller Guliyev urat, az Azerbajdzsáni Köztársaság magyarországi nagykövetét. Itt van velünk dr. Simicskó István, az EMI Sportért felelős államtitkára, őt is köszöntjük. Házigazdánk a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, Szabó Bence. És a bakui első Európa játékok magyar csapatának Sérdő Misinyje, vagyis csapatvezetője, Fábián László. A műsorról előjáróban annyit szeretnénk nektek elmondani, hogy egy olyan gondolattal állítottuk össze, hogy legyen mozgalmas, legyen dinamikus, legyen minőségi, és valami olyan hangulatot sugározott az egész, ami reményeink szerint majd jellemző lesz a magyar csapatra június 12-től jó 16 napon át Bakuban. Tehát, hogy a sport mellett próbáljuk magunkat jól érezni, azt hiszem, akik már jártak Bakuban, elmondhatják, hogy erre ott minden lehetőség adott. Tehát ennek megfelelően lesz majd négy olyan műsorszám, hogy mind a négyről elmondhatom, hogy akik föllépnek a maguk műfajában, nyugodtan ott lehetnének egy Európa játékokon, csak ők más műfajban közelítenek a csúcshoz. És akkor most szeretném megkérni Szabó Bencét, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárát, hogy mondja el ünnepi köszöntőjét. Tisztelt nagykövet úr, tisztelt államtitkár úr, kedves sporttársak, edző kollégák, mindenkit szeretettel köszöntök a Magyar Olimpiai Bizottság nevében. Személyes tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy Baku kiváló házigazdája lesz az Európa játékoknak. Fantasztikus, hogy az elmúlt esztendőkben milyen fejlődésen ment keresztül ez a város, ez az ország. Én úgy gondolom, hogy olimpia szintű rendezés lesz, olimpia szintű létesítményekben, és hát a magyar csapat is ugyan nagyon színes a paletta, de azért olimpiai szintű eredményt szeretnénk. Én úgy érzem, hogy az elvárásokat nehéz megfogalmazni, hiszen vannak olimpiai sportágak, nem olimpiai sportágak, fogyatékosok sportja is képviselteti magát, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindenki fair play szellemében és maximális teljesítményt nyújtson, önmaga előtt és az edzői előtt úgy teljesítsen, hogy elégedetten jöjjön vissza az Európa játékokról. Én szerintem az Európa játékoknak igenis van létjogosultsága, hiszen gondoljunk csak bele, hogy milyen régen van már pánamerikai játékok, vagy ázsiai játékok, ami a világ legnagyobb multisport eseménye. Ez most az első alkalom, hogy Európa játékok megrendezésére sor került. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó sorozat. Azt kívánom fiatal versenyzőinknek, hogy az ország ismerje meg az ő nevüket az Európa játékok után. Azoknak, akiknek olimpiai kvalifikációs verseny, azt kívánom, hogy sikerüljön minél több pontot gyűjteni, illetve mindenkinek azt kívánom, hogy tisztes helytállás a fair play szellemében. Köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen főtitkár úrnak, és akkor most szeretném megkérni Ő Excellenciáját, Viláját Guliyev urat, az Azerbajdzsáni Köztársaság magyarországi nagykövetét, hogy mondja el ünnepi köszöntőjét. Tisztelt főtitkár úr, tisztelt vezető magyar csapatnak, tisztelt barátaim, tisztelt sportolóim. Я сердечно приветствую вас от имени посольства Азербайджана в Венгрии и желаю вам успехов. Tiszta szívemben üdvözlöm Önöket, és nagyon sok sikert kívánok az Azerbajdzsáni Köztársaság Budapesti Nagykövetsége és magam nevében.
Всегда приятно находиться среди спортсменов, потому что это молодые, веселые, задорные, здоровые ребята, и они несут эту веселость, этот задор, этот здоровый дух туда, куда они отправляются, там, где они бывают. A fiatalok társaságában lenni mindig nagyon kellemes, mert a fiatalok, ők vidámak, ők energikusak, ők életképesek, és ezt az energiát, ezt a jókedvet magukkal viszik bárhova, ahova lennek. Я уверен, что венгерская команда будет вносить этот задор, этот здоровый дух в общую атмосферу первых европейских игр в Баку. Meggyőződésem, hogy a magyar csapat sportolói ezt az ifjúsági szellemet, jókedvet gazdagítják majd a Baku versenyek hangulatát, a saját sikereinket úgy szintén. Если он вернется многими наградами, такая же веселая атмосфера будет в Венгрии. Я это вам желаю. Én azt kívánom önöknek, hogy az ott nyert érmék fenntartsák ezt a jó kedvüket, akkor is, amikor visszatérnek Magyarországra, és osztozzanak velünk rajta. Проведение первых европейских игр в Баку было принято, решение было принято 3 года тому назад, в 2012 году. 3 évvel ezelőtt, 2012-ben hozták meg a határozatot arról, hogy az első európai játékokat Bakuba fogják megtartani. За 3 года была проведена огромная работа под председательством первой леди Азербайджана, госпожи Алиевой, которая является руководителем организационного комитета первых европейских игр. Ez idő alatt, 3 év alatt hatalmas munkát kellett elvégezni a szervezőbizottságnak, amelynek irányítását az ország first lady Алиева asszony teljesíti. Был построен великолепная олимпийская деревня, стадионы, бассейны, треки. Felépült egy gyönyörű olimpiai falu, felépült a nagy nemzeti stadion, a vízi központja Bakunak és számos más sportlétesítmény. Из 49 европейских стран в Баку ожидается приезд более 6000 атлетов. Több mint 6000 sportolót várunk Bakuban 49 országból. Вместе с техническим составом число участников достигнет 10 тысяч. Így a csapatok többi résztvevőivel együtt összesen 10 000 fő számít majd résztvevője a játékoknak. Для сравнения скажу, что это 3 раза больше, чем участники зимней олимпиады в Сочи. Összehasonlításképp szeretném mondani, hogy például a Szocsi téli olimpián 3-szor kevesebb résztvevő volt. Ну, в Азербайджане ждет вас прекрасные спортивные сооружения, добрые отношения наших людей и, конечно, настоящая спортивная борьба по разным видам спорта. Önökre Bakuban várnak a modern, korszerű sportlétesítmények, a mi vendégszerető népünk és természetesen a igazi sportos mérkőzések. Я знаю, что Венгрия спортивная страна. Úgy ismerem Magyarországot, mint sportot kedvelő országot. Принимается в Олимпийских играх аж с первых игр, начиная с 1895 года. 1895-től kezdődően az első olimpiai játékokban is már részt vett Magyarország. У вас есть большие спортивные традиции. Nagyon gazdag sporthagyományokkal rendelkeznek önök. Я должен сказать, что команда Венгрии одна из многочисленных первых бакинских европейских игр. És azt szeretném még mondani, hogy a magyar csapat lesz a egy számottevőbb csapata a bakui játékoknak. Еще должен сказать, что Венгрия проявляет огромный интерес к этим играм. Azt is szeretném még külön kihangsúlyozni, hogy Magyarország nagy érdeklődéssel várja ezeket a játékokat. В феврале вместе с Венгерским олимпийским комитетом, вместе с Министерством ресурсов и с вашим участием мы в палаце Вигадо провели прекрасную презентацию этих игр. Februárban az európai játékok prezentációját tartottuk meg itt Budapesten,
az Magyar Olimpiai Bizottság vezetősége és természetesen az Emberi Erőforrások Minisztériuma patronálásával. Должен сказать, что Венгерский Олимпийский комитет также провел ряд мероприятий для популяризации этих игр. Számos rendezvényt szervezett meg a Magyar Olimpiai Bizottság, amelyek népszerűsítették a játékokat. Я благодарю руководство и министерство и Венгерского Олимпийского комитета за тесное сотрудничество в этой области. Ezért megragadva az alkalmat, hálámat szeretném kifejezni, úgy az Emberek Erőforrásai Minisztériuma részét felé, mint a Magyar Olimpiai Bizottság felé. Egy pár napon belül önök indulnak Bakuba. Я заранее обещаю, что ждет там теплая, дружеская, братская атмосфера. Ígérem, szavamat adom, hogy baráti, testvéri atmoszféra, hangulat fogja önöket ott várni. Но спорт – это борьба, побеждает тот, кто сильнее, быстрее. De a sport az egy küzdelem, úgyhogy mindig az erősebb, a gyorsabb fog győzni. Я заранее могу обещать вам, что я буду болеть за две команды, за Азербайджан и за Венгрию. Itt helyben megígérem, hogy két csapatért is fogok szurkolni, az azeri csapatért és a magyar csapatért. Что желаю вам больших успехов. Nagyon sok sikert kívánok önöknek. Köszönjük szépen nagykövet úrnak a köszöntőt. Mielőtt színpadra szólítanám, akkor Simicska Istvánt, az emlő sportért felelős államtitkárát, mint a tolmácsoljon nektek a Magyar Olimpiai Bizottság elnökének, Gorkai Zsoltnak is az üdvözletét és a jó kívánságait. Jelenlegi külföldön tartózkodik, és ezért nem lehet itt velünk. És egyben hadd köszönjem meg a Magyar Olimpiai Bizottság támogatóinak is, hogy folyamatosan ott állnak a magyar csapat mellett. Itt többek között az Adidasnak, a Hungesnek, a Tenshinek és valamennyi támogatónak, amelyek ma is eljöttek, hogy velünk együtt ünnepeljenek. És akkor most szeretném megkérni államtitkár urat, hogy ő is mondja a ünnepi köszöntőjét. Tisztelt nagykövető úr, tisztelt főtitkár úr, kedves sportolók, kedves edző, nagy tisztelettel köszöntöm én is önöket. Két köszöntő beszédet végighallgatva, nyilván harmadiknak mindig hálás feladat beszélni, hiszen minden elhangzott már, ami fontos és lényeges. Mit tehet hozzá a kormányzat részéről egy sportért felelős államtitkár? Nyilván elsősorban azt, hogy megpróbálom lelkesíteni a társaságot, bár azt hiszem, hogy az edzők ezt már megtették, és azok a szellemiségű sportolók, akik itt vannak közöttünk, azok nem véletlenül vannak itt, hiszen az elmúlt időszakban nagyon komoly felkészülésen estek át. Sok-sok edzés van, sok-sok munka van abban, hogy az európai játékokra kiutazhatnak a sportolóink. Ugye, az biztos, hogy egy kormányzatnak megvan a jogszabályok által körülírt feladatrendszere, és a 2004-1-es sporttörvényben is pontosan meghatározott az, hogy mit vár el a mindenkori kormányzattól a sportolói világ, és mi a feladata a Magyar Olimpiai Bizottságnak. Nekünk kormányzati részről az a feladatunk, hogy a sportolás feltételeit biztosítsuk. Azt a lehetőséget adjuk meg a sportolóinknak, hogy minél kulturáltabb körülmények között csak és kizárólag a sportolásra, és ezen keresztül az eredményességre koncentrálhassanak a sportolóink és az edzőink. Ezt úgy is nevezhetjük, hogy egyfajta odafigyelés a sportolóinkra és megbecsülése a sportolóinknak. És nem véletlenül tesszük ezt, hiszen mi magyarok a sportolóinknak köszönhetően valóban elmondhatjuk magunkról, hogy a sportban nagy hatalomnak számítunk. És valóban, ahogy a nagykövet úr is fogalmazott, a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom az újkori olimpiák történetében is a Magyar Olimpiai Bizottság 1895. december 19-én alakult meg, hatodikként a nemzetek sorában, a világon hatodikként hozta létre az Olimpiai Bizottságot, sőt, Kemény Ferencnek köszönhetően alapítóként részt vettünk már az újkori olimpiák létrehozásában, újraindításában, hiszen Báró Huberten Bárónak nagyon jó barátja volt, a Sorbonne-on együtt járt tak, és ismerték egymást, és így Magyarország kezdetektől fogva ott volt az olimpiai mozgalom támogatásában. És hogyha azt nézzük, hogy miről is szól az európai játékok, miről is szól egy olimpia, miről is szól egy nemzetközi verseny, egy sportverseny, én úgy érzem, hogy a nemzetek, a népek tehetséges fiataljainak a versenyéről szól, nemes, békés feltételek között vetélkednek egymással, és a nemzetüknek hoznak
dicsőséget, sikert, odafigyelést az eredményeikkel, a teljesítményeikkel. Ezért minden támogatást megérdemelnek. Az a 100 millió forintos támogatás, amit a Magyar Olimpiai Bizottságnak adtunk erre a felkészülésre, az hatékonyan kerül felhasználásra, és szeretném megköszönni ezen keresztül is nyilván a sportolóink felkészülése mellett az edzők, a szülők, a családok támogatását, és szeretném megköszönni a Magyar Olimpiai Bizottságnak, annak a kiváló szakmai csapatnak, akik a felkészülésben részt vettek, a mobilodának, ami a mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szervezésben is megmutassuk azt, hogy képesek vagyunk arra, hogy a sportolóink csak és kizárólag a versenyekre készülhessenek. Ezen keresztül tudjuk biztosítani az ő nyugodt felkészülésüket. A június 12-től 28-áig európai játékok lesznek Bakuban. Ez a sportnak ünnepe. Ünnepe, hiszen 6000 sportoló méretteti meg magát, komoly versenyeken fognak átesni. Természetesen én nem kívánhatok más, mint azt, hogy a magyar sportolók a legjobb teljesítményt és a legjobb eredményt érjék el. És én azt hiszem, hogy amikor hozzátehetünk valamit, mi közéleti emberek, sportot szolgáló politikusok az önök teljesítményéhez, az talán az a jó tanács, amit sokan megfogalmaztak már, amely arról szól, hogy elsősorban egy ilyen versenyen nem elég az erő, nem elég a fizikai felkészülés, hanem mindig szükség van arra az igazi erőre, ami maradandó, mint a kő és a fém, ez pedig a lélek. A léleknek az ereje. Mert hogyha lélekből küzdünk, ha hittel küzdünk, akkor mindig eredményesebbek lehetünk, és maradandóban tudunk létrehozni és alkotni. Én azt kívánom önöknek, kedves sportolók, hogy lelkiismeretesen küzdjenek, természetesen a fair play szabályait betartva, sportszerűséget betartva, de az a lelki többlet legyen meg az erő fölött, a fizikai felkészülés fölött, ami mindenképpen szükséges ahhoz, hogy jó versenyzők legyenek és jó eredményt érjenek el a bakói európai játékokon. Én ehhez azt kívánom önöknek, hogy legyen meg minden adottságuk. Kívánom az edzőknek, nevelőknek, családtagoknak, hogy a további bátorítást is adják meg sportolóink számára, álljanak mellettük, és kívánom a csapattársaknak is, hogy válvetve küzdjenek, és minél több sikert hozzanak haza. Természetesen mi messze menőkig a helyszínen is egyébként igyekszünk majd szurkolni önöknek, én is néhány napra kiutazom majd. Én remélem, hogy sok-sok örömben lesz részünk, de hozzáteszem, hogy önmagában már a részvétel is egy nagyon szép teljesítmény, hogy ott vagyunk 200 sportolóval, és komolyan gondoljuk az európai nemzetek vetélkedését, a sportról komoly céljaink vannak, gyermekeink jellemének a formálására, nem sok eszköz maradt a sporton kívül ma már a mai világunkban, és szeretném megköszönni a bakui szervezőknek, nagykövet úrnak is, és az azeri barátainknak, hogy vállalták ezt az első európai játékok rendezését, nagyon nagy a felelősségük. Azt látom, hogy nagyon komolyan felkészültek erre a versenyre, és én bízom benne, hogy sikeres, mindannyiunk számára sikeres eseményen lehetünk majd túl. Úgyhogy hajrá magyarok, ezt kíván önöknek, és sok-sok sikert mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Pillanatra megrémültem, amikor Simicskó István a színpadra tartott, hogy megtartsa ünnepi beszédét, mert ott már néhány alkalmam, hogy őt felkonferáljam, de még soha nem érkezett a mikrofonhoz ilyen 10 darab A4-es papírral a kezében. Általában a papír nélkül szokta elmondani a beszédét, és nem tudtam, hogy mire készül, de hozta a formáját. Remélem, hogy ti is hozzátok majd Bakuban a formátokat. Az ünnepi beszédeknek a végére értünk, és ennek a szakasznak a lezárásaként javaslom, hogy mint egy igazi csapatgyűléshez illik, hallgassuk meg közösen a magyar himnuszt.